Az 58 körös versenyből még 49 kör van hátra, amikor Felipe Massa vezet. Lewis Hamilton másfél másodperccel mögötte a második helyen. Robert Kubica már 5,2 másodpercre a harmadik. Raikkonen másfél másodperccel Kubica mögött a negyedik. Az ötödik Alonso, a hatodik Webber, a hetedik Heidfeld és a nyolcadik, tehát utolsó pontszerző helyen Rosberg. Őt követi Coulthard és Trulli. Egyébként Alonso teljesítményére azért halkan jegyzem meg példa, hogy jelen pillanatban is az ötödik helyen autózik, miközben a saját csapattársa Nelsinho Piquet a 15. Tehát összesen 10 hely van köztük, és ugyanazzal az autóval dolgozik Nelsinho Piquet. Én azt gondolom, hogy a Renault jó üzletet csinált, amikor Alonsót visszavásárolta, mert valószínűleg abban, hogy előre tudja jutni, vagy fejlődni tudjon, és vissza tudja szerezni azt a két évet, vagy annak a színvonalát, amikor Alonso világbajnok volt, ahhoz kell ez a fajta belső ambíció, amit Fernando Alonso föl tud mutatni, mert egyébként nem sok esélye lenne. Hát igen, és a nagyobbik probléma az, közben Kovalainen majd hamarosan visszavesz egy pozíciót, hogy megkérdezték Piquet az időmérő edzés után, hogy mi volt ez a 17. hely, és az a probléma, hogy nem nagyon tudott mit mondani Piquet, hanem egyszerűen elismerte, hogy megint nem állt össze a dolog, pedig jól ment a szabad edzéseken, nagyon hullámzó Piquet teljesítménye. Kicsit nehezen találja a ritmust itt a Forma 1-ben. Pedig egy tehetséges versenyző. Hát nem. Szóval egyébként hozzáteszem, tényleg azt gondolta az ember, és végigkísértük mind a ketten a Forma 1-ig vezető útját. A GP2-ben például zseniálisat alkotott, mondhatnák azt, hogy maradandót. Irdatlan mennyiségű edzésmunka és vezetéstechnikai tréning van benne különböző osztályokból. A családi tradíció mögötte, tehát a szakmai támogatás mindenben ott van. Na szóval visszatérve Piquetre egy mondat erejéig, nagyon sokat lehetett tőle várni a Forma 1-et illetően. Na neki ez a Forma 1 eddig nem jött be. Hát igen, egyébként amit mondasz, hogy mennyit fektettek bele, én emlékszem arra, amikor egyszer szóltak nekünk néhány évvel ezelőtt, hogy menjünk ki a Hungaroringre, igen. Mert jött egy Forma 3-as csapat, és Piquet itt tesztel a híres Nelson Piquetnek a fia, ugyebár, és tényleg a rettenetes meló van ifjabb Nelson Piquetben. Napokat mentek a Hungaroringen is Forma 3-as autóval, pedig nem is volt verseny itt, csak idehozták őt tesztelni. Nagyon sok kilométer van a kis Piquetben, ennek ellenére valahogy a kezdet itt a Forma 1-ben picit nehézzé vált. Elmondom, hogy mit ér, tónustalan. Tehát nincs benne az a vadság. Most épp ő van a képen. Igen, és most vadul. Igen, csak Burdéval, tehát... Igen. Miközben Alonso az ötödik helyen vitézkedik. Viszont ezt most szépen csinálta.